Pénteken újabb csillaggal bűvült az egri csillagok sétánya az Érsek utcában, immár a 11. díszkövet avatták fel. Kautsky Armand úr kap a csillagot művészet kategóriában. Egyhangú volt a elnökség döntése. Én azt gondolom, hogy ő neki a életútja, ismertsége felhatalmazott bennünket arra, hogy ő ezt a csillagot megkapja. Az egyesület elnöke kiemelte, művészet kategóriában a kitüntetett kiválasztásánál azt tartják szem előtt, hogy az adott személy a városhoz kötődik és büszkék a munkásságára. Hozzátette, nagy öröm számukra, hogy pénteken a 11. csillagot avathatták fel. Kautsky Armand alapító tagja az egyesületnek. Gyakorlatilag az egyesületnek a rendezvényei között ez a zászlós hajó, úgy szoktuk mondani. Én nagyon bízom benne, hogy ez a szép hagyomány folytatódik majd, és hát néhány éven belül kiérünk a Széchenyi útra. Tudni kell, hogy minden évben csak 2 csillag adható. Én arra külön büszke vagyok, hogy az elnökségem alatt én már a 7. csillagot adom át most. Ez már egy ismert sétány, úgy, mint a csillagok sétánya egyébként. Ez szerepel mindig a idegen vezetőknek a programjába is, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Mit szólt ahhoz, amikor megtudta, hogy önnél lesz a 11. csillag itt az egri csillagok sétányán? Azt hiszem, az a pillanat olyan volt, hogy kiesik a telefon a kezemből, annyira meglepődtem. Egyáltalán még legmerészebb álmaimban sem fordult elő ez a gondolat, hogy én itt csillagot kaphatok, de nagyon jól esik, úgyhogy nagyon nagy örömmel vállaltam el. Igazából az én hivatásom olyan, hogy elszáll a pillanat egy-két emlékben, egy-két ember szívében, emlékezetében marad meg egy hangfoszlány, és minden olyan, ami tárgyi dolog, ami magam után hagyhatok, az mind különös értékű. Hát nem kell mondjam, hogy ezért is nagyon örülök ennek. A másik, amiért, hogy nekem igazából a személyes kötődése, inkább a szüleim kötődése, hiszen én kisgyerekként kerültem innen tovább. Itt születtem valóban Egerben, de aztán tovább kellett mennünk a Miskolci Színházba, szerződtek a szüleim, de ők, nekik ez választott városuk volt, ők itt kezdték a házas életüket és a családi életüket Egerben, és csodálatos emlékekkel voltak, és ezeket az emlékeket vettem át tőlük, tehát az ő emlékei az én emlékeim, és nekem most azért ez nagyon fontos, hogy kicsit helyettük is veszem át ezt a csillagot. Éppen a fiammal itt ültünk az előbb, és azt mondta, hogy imádom ezt a várost, tehát már ő is imádja, nem csak, hogy én is nagyon szeretem a várost. Nagyon sokszor járok erre felé, nem csak pihenni, dolgozni is volt szerencsém, hála Istennek több, szinte egy-két évente megfordulok, vagy a Léceum udvarán, vagy valahol művelődési házakban. Csöpikéjék egy nagy kötődés volt a szenátorház, hiszen amikor itt jártam, akkor mindig beugrottam hozzájuk. Úgyhogy abszolút élő a kapcsolatom a várossal.